Varga Mihály, mint mondta, ő mindig hazajön ide, és jó érzéssel tölti el, hogy a megyevezető is gondoltak rá. Azon lesz, hogy a kormánytagjaként a jövőben is segítse Jászenkun-Szolnok megyét. A szülőföld elismerése mindig duplán számít, úgyhogy nagyon hálás vagyok ezért a mai eseményért és a kitüntetésért. Igyekszem megszolgálni a munkámmal is. Nyilván az eddigi munkának az elismerése volt ez, de hát komoly feladatok vannak előttünk. Az ország egy nehéz időszakát éri át, hiszen azok az események, amelyek zajlanak a szomszédunkban, hatással vannak a mindennapi életünkre. Azon leszek, hogy ebben képességeim és lehetőségeim szerint a legtöbbet tudjam nyújtani. Azt mondta, hogy ön mindig hazajön a megyébe. Hogyan látja most a megyénk helyzetét? Hát a megye ugyanazt szenvedi el, amit az Alföld nagy része. Az aszálykár sajnos jelentősen visszavetette a mezőgazdaság teljesítményét, és ez ezen a területen mindig nagyon sokat számít. Körülbelül 25%-kal kisebb lesz a agrárgazdaság teljesítménye, mint egy évvel korábban. Arra kell felkészülni, hogy a komoly és nehéz nyarat egy nehéz ősz követi, hiszen a gazdáknak készülnie kell arra, hogy a vetési munkádokat megkezdjék. Azon leszünk a kormánytagjaiként, hogy segítsük őket ebben a munkában, agrárkamarával, az agrár érdekképviseletekkel együtt. Augusztus 20-a mit jelent a mai fiataljai és az idősebbjei számára? Hát Szent István államító királyunk ünnepe, a nemzeti ünnepünk, a egyik legkiemeltebb nemzeti eseményünk az egész év során. Szent István gondolatát tovább folytatva, ma is folytatnunk kell az országépítést. Ma a beruházások elsősorban a védelembe kell, hogy menjenek, hiszen egy olyan biztonsági kockázat van az ország határaink mellett, ami kihat a mindennapi életünkre. A honvédelembe történő beruházás is beruházás. Természetesen a biztonság mellett szeretnénk folytatni azokat a megkezdett munkálatainkat is, amelyek az elmúlt évben elindultak, ezért fontos a kormány számára az elért eredmények megőrzése is. A keleti régió elindult egy kicsit a fejlődés útján. Hogyan lehetne ezt gyorsítani, vagy elég-e ez a gyorsaság ön szerint? A magyar gazdaság a mai napi adatok alapján is egy növekedési fázisában van még, de jól láthatóak azok a sötét fellegek az ég alján, amelyek lassítani fogják ezt a növekedést. Itt elsősorban arra gondolok, hogy Magyarország az energiaáraknak jelentősen kitett ország. A gáz, villany, olajárak növekedése jelentősen kifoghatni a gazdaság teljesítményére. Ezért egy olyan időszakra kell felkészülnünk, amikor az is eredménynek számít, hogyha az eddig elért eredményeket meg tudjuk őrizni.